Nagyon sokszor kellett, hogy hazasétáljak Szentendéről, egész pontosan 4-5-ször biztosan emlékszem rá, hogy haza kellett sétálni hóban, esőben, nagyon melegben, tehát egyik se volt egy jó élmény, és nem is értettem, hogy miért nincsen éjszakai buszjárat, hiszen rengeteg fiatalnak ugyanez a problémája, hogy 11 utolsó busszal bemennek bulizni, és pont azért buliznak hajnalig, mert nincsen más lehetőségük, hogy hazajöjjenek este. Egy leányfalui fiatal a 24 éves Adorján Botond közbenjárásának köszönhetően éjszakai járatot indít a Volánbusz ZRT. Az először csupán kísérleti jelleggel közlekedő menetrend szerinti busz június 16-a és szeptember 3-a között heti 3 alkalommal péntek, szombat és vasárnap hajnalban szállítja Szentendre és Visegrád között az utasokat. Adorján András, Leányfalu alpolgármestere elmondta, az önkormányzat örült a kezdeményezésnek, hiszen közel 25 éves probléma oldódik meg a járat elindításával. Az 1990-es évek legelején jártam gimnáziumba, akkor már ez ugyanolyan nagy probléma volt, hogy egyszerűen, hogyha 11 előtt nem ért véget egy buli, akkor nem volt más hátra, gyalog kellett jönni. Én jóval több alkalommal jöttem gyalog haza ugyanide annak idején, és ez mindig is a mindenkori fiatal generációknak gond volt, hogy miért nincsen busz éjszaka itt a Dunakanyarban. De nem csak ugye a fiataloknak, hanem a családoknak, hiszen senki nem szereti elengedni a gyerekét úgy, hogy nem tudja, hogy éjszaka hogy fog hazajönni, és sokszor be kell menni akár Visegrádból, Dunabogdányból is Szentendrére a gyermekért visszahozni. És mikor ezt láttuk, hogy ez egy ilyen jó kezdeményezés és ennyire tartalmas, akkor mindenképpen örültünk, hogy ebből tényleg ki lehet hozni valamit. Adorján Botond évelején kezdte az éjszakai buszjárat indításának kijárását. Először a Volánbusznál érdeklődött, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz írt levelet. Onnan azt a tájékoztatást kapta, hogy ha van egy valós közösségi igény, akkor felveszik a kapcsolatot a Volánbusz ZRT-vel és megszervezik a járatot. Ezt követően Botond a közösségi médián keresztül egy kérdőívvel fordult a környéken lakók felé, melyet már az első két hétben közel 1400-an töltöttek ki. Miután ez megvolt, utána visszaküldtük az NFM-nek ezt az eredményt, hogy jelenleg itt tartunk, és akkor mi kéne még ehhez. És ezután következett az, hogy a Szentendrei TESZ-nek az elnöke megkeresett minket, hogy ha kell ebbe segítség, akkor ő segít a Volánbusszal fölvenni a kapcsolatot. Kérdezte, hogy hol tart a kérdőív, és ő sem gondolta, hogy ekkora számot fogok mondani, és akkor mondtam neki, hogy 1400-nál, és akkor ő is így meglepődött, hogy ez egy nagyon jó eredmény ennyire rövid idő alatt, és mondta, hogy az lenne a fontos, hogy egy polgármester mindenképpen legalább elméletileg vagy némileg támogassa ezt a projektet, mert akkor ez egy sokkal nagyobb nyomatékot ad a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, hogy egy ilyen járat megvalósulhasson. Ezután Adorján Botond hivatalos levélben kereste meg az érintett polgármestereket. Elsőként Szentendre első embere biztosította a támogatásáról, Leányfalu vezetése pedig személyes segítséggel is az ügy mellé állt. Adorján András alpolgármester felvette a kapcsolatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedés politikáért felelős államtitkárságával, és az egyeztetést követően átadta a kitöltött kérdőíveket, valamint a polgármesterek írásbeli támogatását. Korábban maradtunk, hogy mivel ez igazándiból nem tudjuk, hogy mennyire lesz kihasználva, akkor legyen egy héten csak 3 nap. Ez a péntek hajnal, szombat hajnal és vasárnap hajnal. És meglátjuk, hogy egy nyáron keresztül, ugye, amikor leginkább ki lenne használva ez a járat, akkor végül mennyien használják majd ezt ki. És ebben megalkottunk egymással, és mondta, hogy akkor onnantól fogva átveszik az ügyet, és akkor a Volánnal fog szólni. És a Volánnal ő ezt letárgyalja, hogy akkor indítsák be ezt a járatot. A megbeszélést követően 3 héten belül a Volánbusz már meg is küldte az érintett települések vezetőinek az értesítést az éjszakai járat indításáról, amely a 341-es budapesti buszhoz csatlakozva 1 óra 20 perckor indul Szentendréről. Elmegy Visegrádig, betért Tótfalura, tehát átmegy a hídon is, tehát a szigetieknek is nagy könnyebbség lesz Kócsmegyernek, illetve Kisrosszinak, hogy mondjuk ha be kell menni a gyerekére, akkor nem Szentendrére, hanem csak a híd főig kell elmenni. Tehát betér, elmegy Visegrádra, ott megfordul és 2 óra valahány perckor indul vissza, tehát egy oda-vissza járat lesz itt hajnalban, ami bízunk benne, hogy nagyon sok családnak fog nagy könnyítést érinteni. Tehát nem csak a szórakozni vágyó fiatalok, hanem az aggódó szülők számára is egy nagyon nagy lehetőség szerintünk. Az alpolgármester elmondta, a támogatás nem volt minden részről egyértelmű. Volt, aki kétségekkel fogadta az elképzelést.
Volt szerencsénk beszélni a terület képviselőivel, ő nem látott benne olyan nagy fantáziát, azt mondta, hogy szerinte ezt nagyon nehéz lenne végrehajtani, és az elmúlt sok éves tapasztalat alapján nem lát rá sok esélyt, hogy ezt a volán fölvállalja. Ő inkább azt mondta, hogy próbáljunk valami magánvállalkozóval szervezkedni, és úgy induljunk el. Viszont a Nagy Rihárd kormánymegbízottal is beszéltem, a Pest megyével, ő nagyon lelkes volt, és mondta, hogy mekkora nagy ötlet ez, és mindent meg fog tenni az ügyben, hogy segítsen nekünk. És nem tudom, hogy valóban az ő segítséges kellett hozzá, de mindenképpen azután hamarosan megjött ez a döntés, tehát lehet, hogy neki is köszönhetjük ezt a pozitív eredményt. Adorján Botond kiemelte, a járat elindítása csupán a kezdeti lépés, hiszen csak akkor fogják hosszú távon működtetni az éjszakai buszt, ha sokan igénybe veszik a szolgáltatást, és megfelelő lesz a kihasználtsága. Jelenleg 35 ezer embert ért el ez a poszt, ennek nagyon örülünk, és több mint 400-an osztották meg ezt a hírt, úgyhogy azt reméljük, hogy ezek a számok, ezek magukért beszélnek, mert ez két nap alatt történt ez az egész, ergo én bízom benne, hogy teljesen fullra ki lesz használva az egész, és hogy ez egy további bővítéseket eredményezhet, még több járatot, még fejlettebb közlekedést itt a Dunakanyarban.